Szent misével kezdődött a megemlékezés, amelyet 7. alkalommal rendezett meg a községi önkormányzat és a nyugdíjas bányász szakszervezet, a későbbi utódok pedig kötelességüknek érzik a hagyományok tiszteletét. Az ünnepi beszédek és az áhítat után a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit a bányász emlékműnél. Az események a művelődési házban folytatódtak, ahol Kis Pál nyugdíjas bányamester kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. Az első bélyeg, amit a kezemhez kaptam, nagyon személyes, mert az öcsém kezdte a bélyeggyűjtést, akkor én nekem még a bélyeggyűjtéshez nem volt közöm. És hát körülbelül egy olyan egy év múlva fogytak a gyűjtemények az öcsémnek az albumából, hát mert ő egy nagy cigarettás volt, és a cigarettára cserélte a bélyeget. Én akkor nagyon megijedtem, és akkor szó szerint elvettem a gyűjteményét, hogy ne tudja a cigarettára elcserélni. Eleinte a világ összes bélyegét próbáltam gyűjteni, de hamar rá kellett jönni, hogy ezt anyagilag sem lehet bírni, meg rendszerezésben sem lehet bírni. Ezért rá kellett állnom tematikára. Na most mivel a szakmám bányász, így az elsődleges feladat az volt, hogy a bányász témában gyűjtöm az anyagokat. Szabó Zsolt pohárköszöntőjében elmondta, kiemelkedően fontos, hogy a település hűen ápolja hagyományait, gyökereit és őrzik a hősbányászok emlékét. A legdrágább kincsünk, amiért kemény munkával meg kell küzdenünk. És ezt különösen tudják a bányászok, hiszen nem csak, hogy megdolgoznak azért az izzadság cseppért, hanem még az életüket is veszélyben tartják. Emeljük hát poharunkat azokra a bányászokra, akik nem lehetnek itt velünk. És emeljük hát poharunkat azokra a bányászokra, akik mai napon velünk együtt ünnepelnek, és velünk együtt emlékeznek. Jó szerencsét, adjon az Isten erőt, egészséget ahhoz, hogy a hagyományunkat, a bányász hagyományainkat minél tovább, minél hosszabban, minél nagyobb erővel tudjuk együtt ünnepelni. A rózsaszentmártoni bányászok többsége, hála a jó szerencsének és az isteni gondviselésnek, minden nehézség ellenére baj nélkül felérkeztek a föld mélyéből. Ők biztosan tudták azt, hogy szakmatapasztalatuk, jártasságuk, összetartásuk mellett szükség van a túléléshez Szent Borbála közbenjárására is. Szent Borbála ünnepén nem lehet másként gondolkodnunk, különösen így advent tájékán, mint hogy foglalkozzunk egymással, tartsunk össze. Csak az összetartás, az együttműködés hozhatja meg azokat az eredményeket, egyáltalán a megmaradást, amely most minden település életében szükség van. Ám nem csak az idősebb korosztály kötődik a bányászathoz, a településen élők igyekeznek átadni a tudást, a hagyományokat a fiataloknak is. A legkisebbek azt is megmutatták, hogyan dolgoznak a törpék a bányában. Az eseményen részt vett Nagy Lajos, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke is, aki szerint szívet melengető érzés, hogy még mindig emlékeznek a bányászat régi dicsőségére. Nagyon régi bányász vagyok, és több generációs bányász családból származom. Nem tudok más mondani, felemelő, igazán nagyszerű dolog olyan közösségbe elmenni, ahol ennek a tényleg nagyon régi és csodálatos szakmának ennyi követője, tisztelője, barátja van, és itt végig ezt éreztem. Most pedig azon dolgoznak, hogy újraélesszék a bányász szakmát, hiszen, mint fogalmazott, sok magasan képzett szakember dolgozik az egyesületben.